Doppergéstől és vezényszavaktól volt hangos a dunai holták Domborinál. Sárkányhajósok lepték el a vizet. A Magyar Sárkányhajó Szövetség 10 személyes rövidtávú bajnokságára több mint 1000-en érkeztek az ország minden szegletéből. Ez egy tradicionális verseny, most már ez a 7. 10 személyes sárkányhajó magyar bajnokság. Domboriban ugye többször vagyunk egy évben. Amikor 10 személyes sárkányhajó bajnokságról beszélünk, akkor az azt jelenti, hogy a nagy hajóba 10 fő ül, és van egy kormányos meg egy dobos, tehát összesen 12-en versenyeznek, egy csapat létszáma 14. Ezen kívül van a standard magyar bajnokság, amit majd szeptemberben rendezünk ugyanezen a helyszínen. Ez egy nagyon népszerű verseny lett, tehát a 7. évre kiforta magát. 120 nevező legénységünk volt, ami nagyon-nagyon jó. Gyakorlatilag a tavalyi 90-hez képest 30-al tudtuk ezt megnövelni. Komoly, hosszú verseny volt. Tegnapi nap ugye a 200 méterek zajlottak, a mai napon a 2000 méter. És a 200 méteren gyakorlatilag reggel 8 órától volt technikai értekezlet, 10 órakor indultak a futamok, és este 3-9-kor ért véget a verseny, úgyhogy végigversenyezték a csapatok a napot. A mai nap egy kicsivel rövidebb, a 2000 métereké volt a szerep. A Magyar Sárkány Szövetségnek 4 magyar bajnoksága van. Van egyszer egy Ótréger, amit májusban rendezünk Sukoron, aztán azt követően a következő versenyünk a hosszú távú verseny volt Baján, amikor ugye 4 és 8 kilométert terveznek a csapatok. Ez pedig az úgynevezett rövid távú 10 személyes bajnokság, ahol 200 és 2000 méter kerül megrendezésre. Az élcsapatokat illetően természetesen az a 20 klub, ami a mi tagunk, az elég jelentősen reprezentálta, jelen volt az eseményen, és hát komoly harc bontakozott ki, miután ugye nálunk korosztályos versenyzés van, az U18-tól egészen át az U24-en át premier osztály, senior A, senior B, senior C. Helyiek, akik innen Tolna megyében versenyeznek, vagy a környékén, azok is kiválóan helytálltak, a Tolna az nagyon komoly létszámmal versenyezte végig ezt a két napot. Hasonlóképpen a pécsiek, akik ugye gyakorlatilag egyetemi csapat, és premier osztályú versenyzőkkel voltak, akik ők több esetben az 1-3 környékén versenyeztek, annak a valamelyik helyét szerezték meg. Tolnán 15 éves hagyománya van a sárkányhajózásnak, több mint 10 éves a klubjuk is. Ez idő alatt többszörös világ és Európa bajnokokat neveltek ki. Komoly létszámmal neveztek most is, 10 legénységet indítottak, ami 500 versenyzőt jelent. Az idén elég nagy létszámban vettünk részt ezen a 10 személyes sárkányhajó bajnokságon. Hát én szerintem közel 40-50 fővel jelentünk meg, 10 legénységbe tudtunk nevezést leadni. Többek között ebbe bent volt a Premier Open legénység, mix és vegyes kategóriába, 200-2000 méteren tudtunk nevezni lányhajókat, akik csak lányok ültek bent, szeniora abban, 40 pluszos lányok, 50 pluszos, és aztán még egy Open legénységet is, vegyes és fiú csapat. Tehát ez azt kell tudni erről, hogy az Openben mindenki evezhet megkötés nélkül, a vegyes csapatokban viszont 4 lány és 6 fiú kell, hogy evezzen. Az életkorunk az 12-től egész a 72 korig volt. Én azt gondolom, hogy jó versenyt zártunk itt a hétvégén. Beérkezett az ötös hajó, Dunai Sárkányok Tomáci B, senior A csapata. 15 éve sárkányhajózunk Tolnán, 11 év alapítottuk meg ezt a Tolnai Sárkány Klub Egyesületet, azóta többszörös világ és Európa bajnokok vagyunk, ezt tudom kijelenteni. 2013-ban 96 fővel vettünk részt a 2013-as Szegedi világbajnokságon, talán ez a minden idők egyik legnagyobb világbajnoksága volt, amit Magyarországon rendezett a Magyar Sárkány Szövetség. A pandémia ideje alatt nem igazán volt, csak arra volt lehetőség, hogy tudjunk evezni a vizen, vizatta lehetőségeket tudjuk kihasználni. Hát talán most így kezdődnek, hogy jönnek a versenyek, szeptemberben lesz egy 20-as sárkányhajó bajnokság, aztán közben lesz egy világbajnok Európa bajnokságra készülő edzőtábor. Most, ha minden igaz, akkor július 10-én a Balaton áttevezés Fonyódnál, az egy ilyen 8,5 kilométeres táv, arra készülünk. Aztán igazából folyamatosan próbálunk edzeni, bevonzani a környező lakosságot.
gyerekkorta és nemtől függetlenül. A pécsi egyetemisták egy csapattal érkeztek, de próbáltak minden kategóriában rajthoz ülni. Nagyon örültünk kifejezetten az U24-es kategóriának, mert az a sajátunk ugye egyetemi részről, és hát gyakorlatilag vegyesben, openben, illetve U24-ben minden nevezési osztályban megpróbáltunk elindulni, és egy nagyon-nagyon eredményes versenyt zártunk. Ezen a hétvégén is számos érmet osztottak. A tolnai sárkányhajósok is helytáltak az igen erős mezőnyben. A több arany, ezüst és bronzérem mellett számos pontszerző helyet szereztek.